Így advent környékén, vagy advent végéhez közeledve egy nagyon szép szentírási gondolat jut eszembe, miszerint a Szentíró mondja a Jóistenről, a megtört nátszálot nem térő össze, és a pislákoló mécsest nem oltja ki. Nem tudom, hogy tapasztalod így, akár lelki pásztorként, akár magánemberként, akár most itt velem beszélgető társként, hogy nagyon gyakran megtörténik velünk így közeledve az ünnephez, de nem csak így karácsony táján, hanem szinte minden ünnepnek van ez a sugallata, vagy ez a hangsúlyossága, hogy olyan könnyen mi is úgy megtörünk. Készülünk, teszünk, veszünk, ez a nagy-nagy tenni akarás, hogy akkor mindent jól csináljunk, minden a helyén legyen, minden jó legyen, és eközben úgy megfeledkezünk önmagunkról is, nem beszélve a Jóistenről, és valahogy nekem ez a szentírási részt azt az üzenetet hordozza, vagy azt mondja, hogy bárhogyan is készülünk, és bárhányszor is tévedünk, a Jóisten mégsem mond le rólunk. És talán karácsonynak ez is egy fő üzenete, hogy velünk az Isten, de hogy azért van velünk, mert hogy nem mondott le rólunk. Tehát, hogy sok mindent tettünk, és még fogunk tenni, de mégis azt mondja, hogy mellettünk dönt. Igen, ez a kapkodás, ez nem tudom, hogy hogy lehetne kikerülni. Évek óta gondolkodom, otthon is sokszor megbeszéljük, hogy az idén nem fogunk annyira kapkodni, de hogy valahogy ez, amikor utolsó percen vagyunk, ez nem mindig jön össze. Nem tudom, mit lehetne tenni. Talán el kellene engedni dolgokat. Ez a mondat, hogy idézted nekem, rögtön valami, nem tudom, igazon van-e, de rögtön a kegyelmet jutotta eszembe. Ha megtört nátszálat nem töröd össze, azt jelenti nekem, hogy akkor én megkegyelmezett ember vagyok. Igen, nekem is ez a lehetőségek, az újabb lehetőségnek a szentírási része, mert hogy azt mondanánk, hogy hát ha már pislákol is az a mécses, akkor el kéne fújni. Ha már megtört a nátszál, akkor érdemes volna inkább úgy letörni, és ott ne legyen útba. És mégis nem teszi meg. És valahogy tényleg ez a kegyelemnek a gazdagsága, hogy mennyire megajándékozottak vagyunk már most, de szinte mindig, de mindig, amikor a Jóistennel találkozunk, most akár a Szentíráson keresztül, akár egy istentiszteleten, egy szentmisén keresztül, akár az embertársakon keresztül, tehát számomra nagyon-nagyon hordozza ugyancsak a kegyelmet, ezt a kegyelmi pillanatot, hogy mi találkozhatunk, és hogy Isten mindig vár, és mindig jön, és nem mond le rólunk. És valahogy én úgy érzem, hogy ez a karácsonynak a méltó üzenete, vagy talán a méltósága, ha lehet így fogalmazni, hogy a Jóisten tényleg akármilyenek is legyünk, mert azért nagyon sokszor mi is méltatlanságunk tudatában jócskán benne vagyunk, de mégis, hogy itt van. És talán ez az utolsó előtti, vagy utolsó utáni lehetőségnek a megadása, hogy de még így is. Ha már meg is vagyunk törve, ha már olyan pici a hit bennünk, ha már csak alig pislákolunk, ha már össze vagyunk törve is, de azt mondja, hogy úgyis eljövök hozzád. Igen, az nagyon jól hangzik. Másik oldaláról talán csak annyit tennék hozzá, hogy mi van, hogyha nem vesszük észre. Mert ez egy félelmetes dolog. Jókai Annának van egy színdarab, írt egy színdarabot, tulajdonképpen Godóra várva című híres Beke darabot átírta, azzal a címmel Godó megjött. És az a fő mondani valója az ő olvasatában, hogy nem az történik, hogy várjuk és nem jön, hanem mi van akkor, hogyha nem vettük észre és itt volt közöttünk.
Igen. Van egy híres régi sláger, hogy mi van akkor, hogyha Isten egy volt közöttünk. If jó. God was one of us. Igen, azt hiszem, mert volt sorozat is készült. 20 évvel ezelőtt. Igen, 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 igen. Ozzy Osbourne talán. Nem teszem be azt. Igen, de mintha egy hölgyének, igen. Nagy-nagy kedvencem nekem is ez a szám. És tényleg talán ez a mai napunknak, akár az egész adventi időszakunknak a nagy kihívása, vagy ennek a nagy lehetősége, hogy ott a sok tennivaló közt, amikor készülünk, mindenki a maga módján, életállapottól függetlenül vagy függően, akkor mégis, hogy tudjuk a Jóisten megkapni, vagy megtalálni, vagy engedjük, hogy ő megtaláljon bennünket. És én nagyon hiszem azt, hogy nem kell ehhez nagy dolgokat tenni, elég, hogyha nyitott szívvel élünk, és így próbálunk, vagy így törekszünk egyáltalán a mindennapokban embertársainkkal, persze karöltve, a Jóisten útján járni. Ezen az egyszerű, jászolos úton. Hát ezt kívánhatjuk magunknak is, így azoknak is, akik hallgatnak bennünket. Igen, hát ilyen karácsonyunk legyen.